Közélet, kultúra, hit és sport. Köszöntöm kedves nézőinket! Önök a Heti Krónika című közéleti magazin műsorunkat láthatják, mellyel minden pénteken 18 óra 7 perckor jelentkezünk. Nézzük mai témáinkat. Budakalászt elkerülő út. Miről mesél a telekivattai kastély pincéje? Hiteles források, 75 éve történt. Ismét napirenden a Budakalászt elkerülő út. Az elkerülő út, mely Budakalászt mentesíteni az átmenő forgalomtól, ugyanakkor pomázi területen épülne meg, és Pomáz már most is nehezen kezelhető átmenő forgalmát növelni. Közel egy éve, hogy napirenden van a Budakalászt elkerülő út. Ahhoz, hogy megépüljön a Budakalászt északról elkerülő út, a tulajdonosi hozzájárulás megadása a feltétel. Pomáz is nyertese szeretne lenni a beruházásnak, nem pedig még inkább átjáróházzá válni a Pilisi medence autósainak. A Budakalászt elkerülő út ugyanis nagy rész pomázi területen épülne meg. Az elkerülő út felüljárón haladna a Hév felett, önálló körforgalommal keresztezni a Szentendre felé tartó országutat, majd innen haladva tovább a 11-es úton megépülő új különszintű csomópont felé. Pomáz város üdvözli, hogy újabb kijárathoz jutna az 1111-es útról a 11-es útra. Felhívja ugyanakkor a beruházó figyelmét, hogy az út megvalósítása és forgalomba helyezése további átmenő forgalom növekedést okozhat az egyébként is zsúfolt 1111-es és 1112-es utakon. Továbbá a város belső útjain átmenő forgalmat is generálna, amelynek elkerülése közös érdek. És nézzük, hogy a NIF szerint mi történik. Hát egyértelmű, hogy a nem létező építendő úton hatalmas növekedés lesz, mert eddig nem volt, után lesz. Ugyanígy igaz ez a Vörösmarty lakótelepi kis szakaszra is, hogy egy nem létező út helyett most ez egy vörössel jelzett forgalmi növekedést mutatnak. Viszont sok helyen csökkenést tervez. Ugye alapvetően ez egy Budakalászt elkerülő út. Itt felsorolta Ország István is, hogy egy körforgót nyerünk, illetve Leidinger István a bevezetőjében mondta, hogy egy újabb utat, vagy egy újabb lehetőséget, hogy elhagyjuk Pomázt. Arról minimálisak az információink, hogy ezzel mennyivel nő a forgalom, mennyivel nő a légszennyezettség. Tehát alapvetően itt kanyarodnék rá, én nem találkoztam olyan 8-as választókerületben élővel, aki azt fejezte volna ki, hogy szeretné ezt a leágazót. Tehát nem az egész elkerülő utat, hanem a Vörösmarty felé történő leágazót. Az elkerülő út Pomáz közlekedési lehetőségeit nagy mértékben meg fogja teát határozni. Éppen ezért a város vezetése feltételhez köti a tulajdonosi hozzájárulás megadását. Pomáz város önkormányzata és a magyar állam között kerüljön aláírásra egy szerződés, amelyben a magyar állam garanciát vállal, hogy a budakalászi fél elkerülő út forgalomba helyezése Pomáz városának nem okoz jelentős többlet átmenő forgalmat. És akkor folytatva a gondolatot, ennek tényszerű alátámasztására a forgalomba helyezési engedély kiadása előtt készüljön komplex állapotfelmérés vizsgálata Pomáz belterületén áthaladó országos közúton az 1111-es jelű önkormányzati út, 1111-es jelű út és az 1112-es jelű úton zajló forgalom nagyságáról, irányáról, vizsgálva azt is, hogy abból mekkora és milyen irányú az átmenő forgalom aránya. Részletes forgalmi adatok szükségesek a Margit-ligeti úton, Dobogókői úton, Benicki utcába, a Hősök terén, a Vörösmarty utcán, a Rákóczi utcán, az Árpád-Fejedelem utcán, a Budakalászi és a Szentendrei úton. A Budakalászt elkerülő út bármely szakaszának forgalomba helyezését követően, majd az M0-ás megépítéséig évente hasonló tartalmú összehasonlítást is tartalmazó elemzés készüljön, amennyiben a mérték a szerződésben rögzített nagyobb mértékű forgalomnövekedést mutatnak, Pomáz város előre tisztázott mértékű évi rendszeres kártérítésre tart igényt az állapot fennállásáig. A forgalom csillapítása, szakaszolása és a csatlakozó mellékutcákból, lakóházak útcsatlakozásaiból az 1111-es és 12-es útra ki lehessen biztonságosan hajtani.
A gyalogosok biztonsága érdekében a tervezett elkerülő út forgalomba helyezéséig az érintett útszakaszok mentén a felszíni vízelvezetéssel és szabványos közvilágítással is ellátott jelzőlámpás gyalogos átkelőhelyeket, csomópontokat létesítsenek a Pomáz 1111-es út mentén az alábbi helyeken. Új gyalogátkelőhely létesüljön a Dera lakóparknál a Pakmolon busz megálló észszerű áthelyezésével, és a meglévő gyalogátkelőhelyek átalakításával, ilyen a Pataksor Dobogókői út Horváth utca kereszteződésénél lévő gyalogátkelőhely, a Benicki utca 76 Marcibolt előtti gyalogátkelőhelynél, a Kossuth-Lajos utca és a Szabadság tér sarkán, piac téren lévő gyalogátkelőhelynél, a Hősök teréhez közel a Református templomnál lévő gyalogátkelőhelynél, a József Attila utcába a volt Pannibolt, most Maroni cukrászda előtti gyalogátkelőhelynél. A tervezett elkerülő út forgalomba helyezéséig a forgalom szabályozása és a gyalogos átkelés biztonságának növelése érdekében történjen meg a kereszteződés lámpás csomóponttá való átalakítása a Mártírok útja és a Béke út kereszteződésében, hogy a Béke utcai óvodát és bölcsödét biztonságosan meg lehessen közelíteni, a Hunyadi János utca és a Benicki utca, Huszár utca kereszteződésénél a Sashegyi Sándor iskola, valamint a Mesevölgyi tagovoda megközelítésére, a Huszár utca, József Attila utca kereszteződésénél a Posta Bevásárló Központ lakótelep megközelítésére. Az 1111-es úton úgynevezett zsilipként működő lámpás csomópont épüljön Pomáz nyugati kapujába. A Vörösmarty lakótelep irányába haladó szakasz ilyen és ilyen szervény között kialakítása olyan legyen, hogy a jelenlegi helyi építési szabályzatban, valamint a település szerkezeti tervben is, az agglomerációs tervben is szereplő Pomázt elkerülő úthoz csatlakoztatható legyen a későbbiek során. Az út kerüljön meghosszabbítása a Klisovác utcán át a Rákóczi utcáig, ezáltal a lakótelep fölötti terület ne a Vörösmarty utcát terhelje. Az 1112-es út ipartelep körcsomópontjába, az 1118-as út tervezett körcsomópontjának közepén településbejárati kapuzatként egy-egy Pomáz történelmiségét szimbolizáló látványelem kerüljön kialakítására, a partnernek vállalnia szükséges a megfelelő méretezett vasbeton alapozást, a szobrok körkörös megvilágításához, elektromos a zöld felület öntözéséhez, vízközmű csatlakozást, a humuszterítéssel és kúszónövényi kiültetéssel ilyen és ilyen emelkedésű, kb. 1 méter magas földrészű kialakítását, valamint a képző és iparművészeti lektorátus által minősített műalkotás megvalósításához egyébként 20-20 millió forint költség hozzájárulás átadását az önkormányzat részére. Az elkerülő út mentén ültetendő fák vonatkozásában alkalmazni kell Pomázváros önkormányzatának a pomázi településkép védelméről szóló 15/2018-as önkormányzati rendelet 5-ös számú mellékletében rögzítetteket azzal, hogy őshonos fafajták telepíthetők, itt az út melletti fa ültetésről van szó. Biztosítani kell annak későbbi lehetőségét, hogy a pomázi ipartelepre a fél elkerülő útról való lehajtás a telep jövőbeli fejlesztése érdekében megvalósuljon. Csonkár kialakítása szükséges az ipartelep felé déli irányból. Az 1111-es út felüljárójának olyan módon történő kialakítása, hogy azt tartalmazza Budakalászt Pomázzal összekötő kerékpár út szakaszt is. Az önkormányzat felkéri a polgármestert, hogy a jelen döntésben foglaltakat képviselje és folytasson tárgyalásokat. A 2.5-ös pontban rögzített zsilipként működő jelzőlámpás kereszteződés helyének meghatározásáról, a 2.7-es pont szerinti településbejárati kapuzat kialakítására, továbbá Pomáz főutcáján, illetve az azt elkerülő utakon milyen egyéb műszaki eszközökkel csillapítható megnövekedett forgalom a lakosok érdekében, a végcsomópont kialakítására a helyi közlekedésmérnökeink által kidolgozott és a NIF részére megküldött javaslatok kialakításáról, valamint erről az ipartelepi lehajtóról is kapjunk felhatalmazást a polgármester, hogy tárgyalni tudjon a többiről. Nincs a polgármesternek felhatalmazása, tehát a többi az fix, az rögzítve van a határozatunkban, amit így eljuttatunk a
a beruházónak. A 17. század elején Pilis vármegye életében jelentős szerepet játszó Bornemisza család leszármazottja, a Vattai család építették a grófi kastélyt a két templom feletti dombon, 1773-ban barokk stílusban. A 2004 és 2007 között felújított, 2 hektáros barokk park közepén álló épület méreteire jellemző, hogy kétszintes pincéje egykoron lovaskocsival is járható volt. De miről is mesél a kastély pincéje? Itt a Teleki kastély, Vattai Teleki kastély, helyesen Vattai Teleki, mert ugye a vattaiak építették, annak az alsó pince bejárata előtt állunk, ami arról nevezetes, hogy a szüretek idején ide hozták be lóval, fogattal a leszüretelt szőlőt, ezt a falu emlékezete, vagy a város emlékezete így tudja, és vitték be a pincébe, ugyancsak ilyen módon, lóval, kocsival, és onnan vezet egy átjáró a kastély alatti emeletes pincének a felső szintjére, ahol a feldolgozás történt. Most ez amúgy is érdekes, ez a pince rész, mert fölötte hajdan a gazdatiszti lakás állott, és arról a gazdatiszti lakásról Szilárdfi Zoltán művészet történésznek vannak családi emlékei, és ő hát 2 éve vagy 3 éve halt meg. Művészet történész, egyébként áldozópap, és Pomáz feltétlen híve, nagy szeretettel volt a szülő faluja iránt. Az ő elbeszélése szerint ez a legrégebbi középkori épülete volt Pomáznak, vagy legalábbis középkori épülete, amit legutoljára bontottak el, akkor, amikor itt ezt a eredetileg borháznak, gazdasági központnak épült kastélyt, úgynevezett kastélyt, a Teleki József és ifjú felesége, báró Inkei Mária átalakította a családi kastélya. És hát itt igyekeztek kitágítani a teret, úgyhogy szép parkot lehessen itt létrehozni, és ekkor már útban volt a gazdatiszti lakás, úgyhogy 1920 és 30 között elbontották a gazdatiszti lakást. Építés szemmel nézve látszik az, hogy melyek lehettek a pincének a régi, középkorral kapcsolatos részei, hogy milyen járatai vannak, amelyek a gazdatiszti lakás felé felvezetnek, illetve az a járat, amit elképzelhető, hogy amikor a kastély alatti pince megépült, akkor egy új járatot nyitottak arra felé, pontosan annak a kedvéért, hogy ez a szüret idején szőlő szállítása, mozgatása szempontjából egy igen alkalmas megoldásnak tűnt. Most ez a 20. században is így volt a szüret, mert amikor a Teleki grófok tulajdonába ment át a vattai birtok, akkor is nagy szőlők tartoztak még a pomázi dominiumhoz, de a filoxéra járvány azokat elpusztította, és 1910-es adat szerint akkor már csak 5 szőlője volt a grófi családnak, de maga a szüret akkor is így történt, ezért van az, hogy a pomáziak emlékezete szerint a szüret idején a szőlőszállítás ezen a pince ajtón keresztül történt. Volt aztán ennek egy későbbi fontos funkciója még, 1944-ben, mikor Pomázról is hullottak bombák, de hát ugye a főváros Budapestet több hónapon át bombázták, akkor itt volt kijelölve a községi óvóhely. Ez a pince azért érdekes, mert
úgy tűnik, hogy eredetileg egy része a pincének, a hátsó része, az egy önálló pinceként része lehetett annak a gazdatiszti épületnek, amit a 20-as, 30-as években elbontottak. Ehhez építhették hozzá később azt a két traktusos magas pincerendszert, amiben majd be fogunk menni és megmutatjuk, és kötötték össze ezt a nagy pincét a kastélynak a felső pince szintjével. A kastély eleve nagyon különleges, mert kétszintes a pincerendszere. Ennek az alsó pincéjének hátulról van szintén egy kocsival behajtható bejárata, a másik bejárata pedig innen volt a felső pince szintre. A pincét azt két évvel ezelőtt felmértük, részletesen bejártuk, készült róla egy felmérési rajz, és megtaláltuk ugye azt az összekötő folyosót is, ami több helyen is le van falazva, ami összekötötte ezt az alsó pincét a kastélynak a pincével, a kastély oldaláról is látszik a lefalazásra jelenleg. Felkutattuk közbe Eszterrel együtt azokat a régi térképeket, amin még ábrázolva van a kastély és a volt gazdatiszti épület. Ugye ezen az 1885-ös pomázi felvételi rajzon szerepel a kastély, szerepelnek a kastélynak ezek a pici pavilon épületei, az a négy, ami ma is megvan, és nagyon pontosan be van mérve ehhez képest a gazdatiszti épület, ami alapján akár itt a helyszínen ki lehetne mérni, hogy pontosan hol helyezkedett el, és össze lehet vetni az alatta levő pincerendszerrel. Itt egy részletesebb rajz, ahol a pontos méretek látszanak erről. A gazdatiszti épület is két részből állt, legalább volt egy L-alakú szárnya, valószínűleg az L-alakú beforduló szárny alatt volt a mostani meglévő önálló pince, és volt egy hozzá kapcsolódó épületrész, ez aztán a kataszteri térképen is szerepel még ez az épület együttes így. Amit még érdekességként elmondanék, hogy Eszterrel beszélgetve és egy régi képet nézegetve, ami fennmaradt erről a gazdatiszti épületről és a kastélyról, felfedezhető az, hogy a kép előterében egy nyomós kút helyezkedik el. Most az az érdekes, hogy én évekkel ezelőtt egészen véletlenül itt a felmenő út mellett találtam egy követ. Ezt a furcsa oszlop talpat elmozdítva innen találtam meg pár évvel ezelőtt ezt a likat, ami egy érdekes faragott kő, és belengedtünk egy GoPro kamerát, és körülbelül 5 méter mélységig lehet látni, hogy egy falazott kútról van szó, és most éppen a tegnapi nap folyamán, ahogy Eszterrel beszélgettünk, azonosítottuk be, hogy ez lehetett az a nyomós kút, annak a foglalata, ami a fényképfelvételen is látszik. Most itt állunk a nagy pincék fölötti dombon, itt látszanak ilyen kis felépítmények, kéményszerű felépítmények, ez 8 darab szellőzője a nagy pincerendszernek. További szellőzői vannak még a park túloldalán is, a régi pincének is a szellőzői. Ami még érdekes, hogy itt mögöttem az egyik bokorban itt megtalálható az eredeti kőből faragott szellőzőkő is. A dombnak az eredeti, illetve az egész kastélypark eredeti tervei között, amit még a Titton Miklós vezetésével készítettek, akkor azt tervezték, hogy itt a dombon egy pici sétányt alakítanak ki, egy gyalogos sétányt padokkal. Mi most annak kapcsán, hogy Pomáz város a Szerb Kulturális Egyesülettől kapott egy Tesla szobrot, és ennek a felállításáról kellett gondolkodnunk. Azt találtuk ki, hogy ne önmagában a Tesla szobor felállítására keressünk megfelelő méltó helyet, hanem ez a terület alkalmas lehet arra, hogy itt Pomáz hírességeit, mindazokat, akik itt éltek, itt munkálkodtak és valami maradandót alkottak, nekik egy ilyen emléksétányt
kezdjünk el kialakítani, úgyhogy hosszú távon tervezzük azt, hogy létrehozzuk az eredeti sétányt, és a sétány két oldalán megfelelő emléket állítunk ezeknek a híres embereknek. Egy nagyon hosszú listát már összeállított Eszter és Ozorai Magdi, úgyhogy győzzük csak megvalósítani ezt a szép gondolatot. Itt a kastélyparknak a déli oldala, ha jól tájolok, a déli oldalán van a sashegyi, mostani sashegyi iskola monumentális épülete, így lehet mondani, mert ez egy többször bővített épület, de hogy alakult ki ez a helyzet, erről érdemes pár szót szólni. A gazdatiszti lakás, aminek hát nagyjából most annak a területén állunk, itt történik ez a beszélgetés, ennek az épületei egészen az iskola mai kerítés faláig húzódtak. Elég nagy területet foglalt magába. Ez azért volt a 1927-es átalakítás során útjába a Teleki Józsefnek és feleségének van egy nagy parkot akartak kialakítani. Na most, ahol most az iskola áll, az egy ilyen nadrágszételek, az a gyümölcsös kertje volt a kastélynak. Amit Csata Laci bácsi, drága jó emlékezetű pomázi tanító, nagyon precíz ember volt, azt is leírta, hogy ott hány szilvafa, meg körtefe, meg akármi volt, tehát akkor telekék átadták azt a területet iskolaépítésre 1900-ban, azért, hogy az akkori központon épüljön meg az új iskola, a templom mellett, a községház utcában volt a községháza, tehát az akkori települési központban épüljön meg, de szabad terület már nem volt, csak ez a gyümölcsöskert, és azzal a feltétellel adták át az iskola építés céljára, hogy a mögötte lévő utca, ami a mostani Hunyadi utca, de régi nevén Kastély utca, folytatása volt itt a kastély mögött, és ez közvetlenül arra nézett a kastélynak a hátsó kijárata, hogy ott csere területként szüntessék meg azt az utcát. Tehát a Matyók utca, ami most Vasvári Pál utca, és a Kastély utca, vagy mostani Hunyadi utca össze volt kötve. Egy kocsival, lóval is járható rendes utca formájába. Most hát ez volt a feltétele, tehát akkor csere területként megszüntették azt az utcát, és hozzácsatolták a kastélynak a parkjához. Most a park az egy fontos kérdés volt, mert kastélypark nélkül ugye az nem létezik. Iskola is szívesen terjeszkedett volna most a 90 utáni időkben errefelé, de az szabály, hogy a kastélyparkját azt nem szabad másra hát földarabolni, elhasználni, és hát ez a történet tartozik ahhoz, hogy most ennyire zsúfolt a sashegyi iskolának az udvara. A szabadságharc bukása után az önkényuralom legnehezebb hónapjaiban Teleki József gróf kitűnt önzetlen segítőkészségével. Az üldözött Vahot Sándor költőt, aki 1845. szeptemberében testvérével és Petőfivel kirándult a Kőhegyre, Sziráki kastélyában bújtatta, majd Ardai Károly jószágigazgató lakásába menekítette Pomázra. Vahot Sándor 1849 ősze és 1850 januárja között 12 verset írt Pomázon. Ezek többségében a szabadságharc bukását siratja, s e véráztatta némahon sorsán kesereg. Vahot Sándor felesége még férje Sziráki tartózkodása alatt Pomázra menekült, így emlékezett vissza az ott töltött hónapokra. Valóságos lázbeteg Valék, midőn aznap este a gróf Teleki család jószág igazgatója kíséretében megérkezénk anyámmal és nővéremmel Pomázra, hol mindaddig időzni szándékozánk Ardai Károly védelme alatt, míg férjem felől híreket vehetünk. Nagy szerencse volt reánk nézve, hogy a Teleki grófok jószág igazgatója Ardai Károly férjem ifjúkori meghitt barátja volt. A vértől csepegő bárdot nyakunkon éreztük ugyan, így engedély mellett. Mégis, midőn Pomázon megérkezénk, hol Ardai Károly oly szívélyes barátsággal fogadott, nem csak enyhülés, de béke szállta meg a kebleinket.
E siralmas télen találkozánk Pomázon gróf Teleki Józseffel is, ki hazafias örömét fejezte ki a felett, hogy birtokain számos magyar író találta nehéz időkben menhelyet. S arra figyelmezteti Sándoromat, hogy mindaddig még teljes biztosan nem teheti, ne mozduljon sem ő, sem családja Pomázról. Most itt állunk a domb alatti pincerendszerbe. Ezek a nagyon magas pince szakaszok azok, amik szerintem később épültek, vagy legalábbis a kastélypincével együtt épülhettek. Ez ketté ágazik a vége felé. Itt láthatók a hátam mögött is azok a szellőzőnyílások, amik a domb tetején is ilyen kéményszerűen kijönnek. Ezek nagyon fontosak, ma is működnek, és gyakorlatilag teljesen szárazon tartják a pincét. Földes padlója van a pincének, a pince anyaga az a hagyományos pomázi mészkőből van kirakva, sárba rakott kövekkel. Nagyon fontos lenne egy megfelelő hasznosítást találni ennek a pincének, mert egy picit luxusnak érzem azt, hogy egy ekkora pince itt van, és nem tudjuk értelmesen használni. Akár ezek közösségi térnek, vagy ad abszurdum raktárnak is használhatók lennének. Ez a pince falazat, ez egy hagyományos édesvízi mészkő, valószínűleg a Majdáról hozták le ezeket a köveket. Más részét még az is lehet, hogy a Klisszai templom romjaiból hordták ide az ilyen nagyobb faragott köveket, és ez ilyen homokos agyagba van rakva. Ez teljesen szokásos technológia volt, és pár száz évig láthatóan megmarad. Egy ilyen úgynevezett átkötő tagozatában vagyunk ennek a pincerendszernek. A hátam mögött van a két magas kőboltozatos pince. Itt, ahol állunk, ez egy ferde boltozatú tégla szerkezetű pincerész, amiben átjöttünk. Úgy tűnik, hogy az eredeti gazdatiszti épülettel ez lehetett kapcsolatba, ha egyáltalán volt annak pincéje, nincs arról tudomásunk, csak feltételezzük. Ez, ahogy nézem, ez egy középkori, vagy középkorinak is mondható, nagyon sötét színű tégla alapanyagú boltozat. Ahogy majd beljebb megyünk, ott megmutatom, hogy az egész pince az téglaboltozatos, szemben a kő pincével. És ennek a szintje is lényegesen lejjebb van, mint ennek a magas kőpincének. Itt összekapcsolták a kettőt, és ugyanúgy szellőzői vannak. Ennek a pincének a végén a szellőző az már a felső aszfalt út túloldalára esik. Attila, azon a fényképen, amin előtt itt ott áll, ha jól megnézzük, az egy roppant egyszerű kis épület, ami szinte melléképület lehetett. Ez a két nagy boltozat, és itt van. És erre mondom, hogy itt látszik, hogy ez valami egészen így vagy, más történet, tehát így össze van építve össze, a kettő. Milyenben is van? Befolyt az utcáról a víz, és itt volt, hogy ilyen fél méteres víz állt. Uh-huh. Azt már én homokzsákoltattam be azt a szellőző nyílást, aztán most már lebetonozták szerencsére. Tehát itt aztán de valóban tényleg jól látni a tégla részt. Itt látszik, igen. Ugye, hogy ez egy más konstrukció. Ezek is régi szellőző nyílások. Itt pont az út alatt vagyunk, ez azért van betönve, mert itt több felső szellőzője volt ennek a... Ez egy utólagos lefalazás. Az látszik, igen, hogy utolsó. Tehát ez elképzelhető, hogy még tovább meg lehetne kutatni. Hát ez egy külön történet.
Tehát itt van egy beton lábazat, és utána arra ráfalaszták, de ez teljesen biztos, hogy ez egy utólagos történet. Elképzelhető, hogy ez megy tovább ez a pince, de hát azt meg kéne kutatni, ha valakit érdekel. Tehát ezt én úgy jelöltem a pince végét, hogy akár még mehet tovább. Azt azért érdemes tudni, hogy itt a szőlőkultúrának akkora értéke volt. Olyan fontos mezőgazdasági termék volt a szőlő és a bor a honfoglalás utáni időben végig, de előtte is, hiszen a rómaiak, sőt a kelták hozták ide a Kárpát-medencébe a szőlőt, feltételezések szerint, hogy itt ház nem képzelhető el kőház pince nélkül, a középkorban sem. Hiszen 1138-ban is a Kliszta területén volt a dömösi apátságnak a szőlőbirtok központja, és 1138-ból van adat, hogy 7 szőlője volt a dömösi apátnak Pomázon, és még a szőlőmunkások neve is föl van sorolva. De végig a középkori oklevelek mindenhol arról szólnak, hogy a nyulak-szigeti apátság vettek a kőhegyen, ennyi szőlőt cserélték, birtokviták voltak, és így tovább. Tehát nem képzelhető el, hogy középkori épület, kőépület pince nélkül épült volna. Az is lehet, most mondok egy hülyeséget, hogy ez az egész nem volt domb régen, hanem itt volt a bejárata ennek a pincének, egy teljesen önálló lejárója. Igen, nyugodtan. És utána pedig, amikor megcsinálták ezt a nagy pincerendszert, akkor feltöltötték a tetejét, és lett volt. Tehát erre is van egy csomó példa, hogy eredetileg az utcáról, vagy a kertből nyíló önálló pince, lehet, hogy az épület előtt volt egy lejárója, vagy valami. Most abban a folyosó szakaszban vagyunk, ami összeköti ezt a nagy pincerendszert a kastély felső szintjének a pincéjével. Itt ennek az emelkedő folyosónak a felénél készült valamikor, nem tudjuk megítélni mikor, lehet, hogy a 70-es években egy lefalazás, lezárták ezt az ágat, illetve most a kastély felújítás során azt az átjáró kaput is lefalazták, ami a kastélynak a felső nagy pincéjébe vezet, azt majd bentről meg tudjuk nézni. Innen bekanyarodik a folyosó, és neki ütközik annak a lefalazott ágnak. Most ezek után csak fölteszem a kérdést, hogy mi a vélemény arról, hogy ide lóval, kocsival hozták be a szőlőt, hiszen itt kellett átadni a feldolgozó helynek. Elképzelhető ez? A kocsis vezeti kantárszáron, mert hát nem ült a bakon, az biztos, kantárszáron vezeti a lovat, és van valami kis szekér, vagy akármi mögöttem, mert nagy szekér nem lehetett, ami a kádban, és amivel behozták a leszületelt szőlőt. Lehetséges ez? Lehetséges. Itt kétféle lehetőség van. Az egyik az, hogy ez eredetileg egy magasabb pince volt, csak feltöltődött. Igen, ez a belső csapadéktól, meg eróziótól, mindenféletől. A másik lehetőség az, hogy ezen soha nem járt ló, hanem akár szánnal, vagy bármivel, tehát oda behorták a nagy pincébe, ott szétválogatták, előkészítették a szőlőt, és itt pedig felhúzták, akár egy csörlővel, bármivel. Hát a legmagasabb helyen levő várokba is felhúzták a lovas szekeret csörlővel. Tehát ez nem megoldhatatlan dolog. Ez pedig nem egy akkora emelkedés, tehát vagy akár talicskával föltolták. Igen, és bevitték a kastélypincsébe. Igen, hát ezt a belmagasságot nézve, ez, hogy mire tudunk következni. Igen, ez is egy vegyes kő falazatnak tűnik. Lehet, hogy ez részben már valamiben bevájt, sziklába bevájt, ezt nem tudom megítélni. Inkább kő, inkább kőnek tűnik, csak be van vakolva. A községi óvóhely 1944-es bombázások idején itt volt, ez biztos. Terméskő vagy ilyen szikla? Hát az a sziklás? Mészkő. Az a természő, igen. Hát itt is látszik, ilyen darabok vannak benne, csak ugye be van vakolva. Na, itt is látszik, hogy ez, hogy emelkedik ez a járat, és ennek egyértelműen az az oka, hogy itt
vitték tovább a szőlőt ezen a járaton a vattai teleki időkben. Nézem a helyeket, hogy alkalmas-e arra, hogy mondjuk egy háború esetén megfigyelő hely legyen, védelmi hely legyen. De egy ilyen stratéga vagy? De ez szerintem egy teljesen normális dolog egy férfi embernél, hogy én voltam is katona, tehát hogy az emberben így felmerül az, hogy vajon alkalmas lehet-e. És igen, tehát a Kőhegy is egy olyan megfigyelő pont, ahonnan körbelátni egy hatalmas területet nagyon hamar előre lehet jelezni, hogyha valami ellenséges mozgás van. Ugyanúgy a Majdánon is, vagy a Delelő domb például egy ilyen hely. Ott ér véget a Nagypince, itt az aszfaltos út, és itt alattunk jön az az emelkedő folyosó, ami beköt ott az ablaktól erre, tehát az ablak alatt, a föld alatt ebbe a kastélypincébe. A másik ága, amiben voltunk, az pedig átjön itt az út alatt, és ott van egy kis kő, az a pincének a végén az utolsó szellőző, és azt feltételezem, hogy miután ez úgy tűnik, hogy egy későbbi lefalazás, tehát hogy az a Ferde pince, az még folytatódhatott tovább esetleg, akár a mostani hangversenyterem régebbi raktárépület alatt is. Tehát ez a vége az eredeti téglaboltozatos pincének. Titton Miklósnak a rajzai. Igen. Ugye ő készítette a kastély felújítási terveit, és kitűnő tervrajzokon látszik a két pince egymás fölött. És nem igaz, hogy 5 méterrel az alsó szélesebb. Nem szélesebb, egyforma széles. Egyforma, a erről két pince. Ez olvasható. Hosszabb ez is egy tév. Az alsó pince, hosszabb, mert csak a terasz hosszabb. Alá is benyúlik. Uh-huh. Hogy hosszabb. Tehát azok megvannak azok uh-huh. a tervrajzok, hogy a meg tudom mutatni. Alá. Igen, azáltal a terasz alá. Nagyobb. Akkor itt a tévedés. Az alsó pincék is ki vannak szellőztetve egy ilyen kéményszerű szellőzőjáraton, és itt a kastély oldalán levő ablakokon, tehát nem csak a felső pince szellőzik, hanem alatta egy csőrendszeren keresztül az alsó pince uh-huh. is. A jelenlegi árkád alatt is a belső falnál voltak eredetileg pince szellőzők, de ezeket valószínűleg az átalakítás során elfalaszták, tehát ott az ablakok alatt további szellőző nyílásai lehettek a pincének. Ez a terasz, ez utólagos, tehát az eredeti épület addig tartott, igen. és a pincéje is csak addig tartott, és amikor megépítették ezt a terasztot, akkor alatta a pincét is bővítették, ott volt legutóbb a kastélynak az étterme, illetve az éttermnek a konyhája a pincében. A kastély, és egy lifttel lehet most is levinni az ételt. Ebben van beépítve a gazdatiszti lakásnak a építőanyaga, mert ezt a 27-es, 30-as átépítés idején toldották hozzá, ugyanis eredetileg itt helyezkedett el az a gazdasági épület szárny, ebbe volt kaszárnya, hát én úgy gondolom, hogy az cselédlakások lehettek benne, de lehet, hogy a kacsárnyával is
ezt keverhető, majd fogok erről is beszélni. Itt volt a pálinkaház. A pálinka egy olyan fontos termék volt, hogy jövedelmező volt pálinkát főzni, és Batai Pál erre lehetőséget adott Zsellérnek, Jobbágynak, mindenkinek lehetett pálinkaháza. Tehát itt volt a pálinkaház, itt volt a kocsiszín, a istáló, és ott a gazdasági kijárat ezzel szemben. Most ezt ugye így mind megszüntették, meg elpusztult az idők folyamán, és amikor elbontották a gazdatiszti házat, ebbe a teraszba építették be a javát a épület anyagnak. Tehát ide készült egy külső lift, itt van az étel beszállítás, elképzelhető, hogy ez az étel kiszállítás, ezt nem tudom most megmondani, mert ugye szétválasztva kell a hulladékot, meg a kibeszállítást. Ez áruszállító felvonó, az van ráírva, és az akkor készült. És emellett, itt alattunk jön be az a folyosó, aminek a bejáratát majd ott meg tudjuk nézni hátul. Ugye, ez a bejárat itt folytatódik? Igen, ez azért van így feltöltve, mert alattunk itt van ez a folyosó, aminek már van egy belső lejtése, de ennek a bejáratához fogunk itt hátul. Ez a, igen, itt a bokrok takarják. Ezt a kibejáratot, ezt tudtam, de ezt valahogy nem tudtam betanulni. Tehát ez volt a gazdasági, az egyik gazdasági bejárata a kastélynak. Innen jöttek lovaskocsival és hordták be a szőlőt az alsó pincébe. Nem volt egyébként a kastély elkerítve a bataiak idejében. Utána aztán pusztult is rendesen. Jöttek, mentek itt a népek, akármi, hanem a telekiek építették, kerítették körbe. És hát ez is régi, hát látszik a kapu nem, de a pillérek, a kapu pillérek azok régiek. Én úgy tudom, hogy a felső pincébe volt a préselés, stb. És slagon engedték le az alsó szintre a kipréselt mustot. Ezt még Gyurgyik Gyulától hallottam, hogy ő emlékszik, hogy megvoltak azok a nyílások a felső pince padozatába, amelyken keresztül a slagot leengedték, tehát a feldolgozása ott, majd látni fogjuk, azon a felső szinten történt, és nem ide lent. Itt már csak a bort tárolták. Na most ennek az is a jelentősége, hogy ugye a Batai gazdaság az egy családi társulás, közbirtokossági társulás formájában gazdálkodott, és a hasznot minden esztendőbe a családtagok részaránya alapján megosztották. Na most ennek az lett az eredménye, hogy nem forgatták vissza a gazdaságba, de sok kiadása volt a gazdaságnak, ebből eredt az eladósodás. Ebből az eladósodásból pedig a teleki család, akikkel rokoni, közeli rokonságban is voltak, meg itt is tulajdonosok voltak, ők váltották ki őket. De kellett a nagy pince, mert a jövedelem többsége borban volt, és azt itt tárolták mindaddig, amíg a családtag el nem szállította a hordókat. Tehát ez a nagy pince többek között erre is szolgált, ez az alsó szint. És egy lift, tehát ami most már a felújításnál készült. Az eredeti lejárata a pinceszintnek az ez a lépcső volt, ami most le van falazva, illetve az alsó pinceszintre is ez alatt vezet le egy másik lépcső. Tehát itt vagyunk most a felső pincénél, ez megint ugyanolyan magas, mint ami a domb alatti pince volt, sőt ez még magasabb. Nagyon szép tégla szerkezetű, tehát ez már téglaboltozatos. Jelenleg itt egy konyha, és a nagy térben pedig, illetve itt az előtérben is étterem lett kialakítva. És szándékunk szerint, amikor majd beindul a kastély működés, akkor újra ez fog üzemelni. Van egy belső ételszállító lift, mert az itt megfőzött ételt az a földszinti éttermi helyiségekre, illetve a teraszra is fel tudják szállítani és ott felszolgálni.
annak a szállnak, ahol most a konyha van, annak a végében az átépítésnél, megint csak Gyurgyik Gyulától hallottam, hogy ott olyan két kis alagútra bukkantak, az egyikben volt a jégverem, mert ugye konyhához kellett a régi időben, jégverem, meg húsfeldolgozóhely, és a másik irányba pedig a földesáru, ami úgy nagyjából a terasz irányába volt, minden, ugye, ami a konyhára kell, valahogy ezt tárolni kellett. És ez a rendszer, ez a liftes rendszer pedig működött. Hát, hogy korábban a vattaiak idejében működött a ilyesmi, nem kizárt, mert tulajdonképp konyha helyiséget ott a fenti szinten nem hallottam róla, hogy találtak volna. Tehát mindenképpen itt a ez egy szuterén tulajdonképpen, ez volt a helye a konyhaművészetnek. Itt már a terasz alatt vagyunk? Itt a terasz alatt vagyunk? Erre felé volt valami földesáru raktározására való hely, de hát a régen a vattaiak idejében már, úgy tűnik, mert hát azért egy pár évtizeden át lakták, erre pedig a jégverem, meg húsfeldolgozó, meg ilyesmi. Folyosó két végén van egy kiálló ilyen rizalit tagozata az épületnek, igen, és az alá mennek be helyiségek mind a két oldalon. Itt van fölötte a folyosó, ugye, aha, az árkád, de a két végén ott voltak helyiségek, és annak a szélességéig a terasz is kimegy. Tehát elképzelhető, hogy innen volt, igen, valami további. Itt jó hideg van azért. Ugye itt is egy szellőző lefalazva. Igen, az le van falazva, mert hogy itt az árkád van, és az, ez, amit mondok, hogy ugye a, igen, pinceboltozat fölött egy szellőző rendszer van kiépítve. Igen, a folyosó. Nagyon alkalmas arra, ilyenkor mindig. Ezek megszüntetett nyílások, és az a szemben lévő, az vezetett át a domb alatti pincébe, ide érkezett föl az az alagút, amin itt följöttünk a kintről. Az emelkedő alagútnak ez volt, igen, a bejárata, és itt látszik az a keresztmetszet, hogy körülbelül ilyen nagyságú lehetett az a folyosó is, amin feljöttünk, és amire azt mondtam, hogy valószínűleg betöltődött részben. Igen. Na most, és akkor ez volt a szőlőfeldolgozásnak a helye, az elbeszélések szerint, és ennek a padlózatában voltak azok a nyílások, amin keresztül a mustot lengették az alsó pincébe, a hordóba. Én ezt így hallottam Gyurgyik Gyulától, mert Gyula azon is sajnálkozott, hogy nem jelölték meg itt a padlózatba valahogy esztétikailag, ahol ezek a levezető nyílások voltak. Úgyhogy nem cipekedtek, itt kipréselték, oda lement. Na most itt felvetődik a kérdés, hogy vajon volt-e vörösborgyártás. A telekiek idejében biztos, hogy nem, mert nem volt divatos. Akkor csak a fehér bor volt az elegáns a 19. században. Viszont a szerbek csináltak vörösbort, hiszen annak az emlékét őrzi az a szavunk, hogy kacsárnya, ami tulajdonképpen egy kamra, ahol a vörösbor erjesztése folyt. Hát ugye ott musgázok keletkeznek, de az nem lent történt a pince részben, hanem egy közbe iktatott épület a pince és a lakóház között, mert hiszen nincsenek présházak Pomázon, a földes úr nem engedte, hogy ott bármi épülhessen, de szőlőt azt lehetett telepíteni. Na most a kacsárnya arra a célra szolgált, hogy ott erjedt a kádba a vörösbor. Mert hiszen a vörösbornak ott kellett kierjedni, több idő kellett, több hét esetleg, amíg kioldódtak a színanyagok. Úgyhogy ez egy speciálisan pomázi szó. Én érdeklődtem utána egyrészt, hogy honnan ered. Magyarázatot kaptam a Sorsi Tanica apukájától, aki azt mondta, hogy a káca az kád a szerb nyelven, és abból jön a kacsárnya szó. Mert itt több esetben láttam, mutatták, hogy ez itten a kacsárnya, hát sokáig nem értettem, hogy mi is az. Hogy itt történt-e vörösbor készítés, vagy nem, nem tudom, lehet, hogy a vattaiak idejében igen, mert vannak olyan szőlőfajták, ami kifejezetten vörösbor készítésére alkalmas a filoxéra járvány előtti időkben is. Ez a pincének egy eredeti kőboltozatos, kőkeretes kapuzata,
itt látszik az a keresztmetszet, hogy körülbelül ilyen keresztmetszetű lehetett az a folyosó, amin a domb alatti pince rendszerből följöttünk ide, és arra mondtam, hogy ez valószínűleg betöltődhetett. Hát itt látszik, hogy körülbelül ekkora mérettel lehet számolni, hogy ezen befért lovaskocsi, vagy csak személy kapuként működött, azt nem tudom. A kapunak az eredeti vaspántjai még láthatók, ott vannak beépítve, és jelenleg le van falazva. Még azt szeretném elmondani itt még egyszer, hogy tehát alattunk van egy másik pincesor, tehát ez a felső pince, amiben vagyunk, és az alsó pincének a szellőzése az ott az ablakok mögött egy kürtőben meg van oldva, tehát minden ablak mögött egy másik ilyen függőleges kürtön keresztül szellőztették ki az alsó pincét. Ennek jó része ma is működik, az fő homlokzaton, az árkád alatt nem. A felújításnál a pinceboltozat és a felső padlószint között került elhelyezésre az egész pincének a szellőző rendszere, és annak a szellőző rendszernek a gépháza az itt az utolsó ilyen rizalitszerű szárny épület részben van kiépítve. Tehát ott van egy ventilátor gyakorlatilag, az szívja el a levegőt, és most ezeket a szellőző nyilásokat használják a levegő bevezetésre, illetve elszívásra. A háború idején a teleki családtagok Budapest bombázása elől ide húzódott ki, úgyhogy ez volt a tartózkodási helyük, ezen a szinten volt. Itt nagyon sok érdekes személy megfordult, van ennek irodalma, csak még nincsen feldolgozva. Egy eseményt tudok csak mondani, ami biztos, hogy így volt, hogy Széchenyi Alice, aki Teleki Tibornak volt talán a felesége, vagy Teleki Józsefnek az anyja, a Széchenyi Alice 44 telén Budapestről jött ki a bombázások elől, de olyan viszontagságos volt az útja, hogy megfázott tüdőgyulladást kapott, meghalt, nem itt van eltemetve. De ez szolgált a grófi család és ismeretségi körnek óvóhelyül, ez a hely, ez a terem, és akkor a falu pedig, amit korábban láttunk, pincét, az pedig a községnek volt a óvóhelye. Ja, menjél, és ilyenkor előjön a térviszonyom. Tudod, mikor a holdvilág árokban voltam gyerekekkel kirándulni, hát a legmagányabb gyerekről derült ki, hogy olyan tériszonya van, hogy nem mer a vaslétrán fölmenni. Na mondom, akkor gyere utána. Most lejöttünk az alsó pince szintre, ez az eredeti pince lépcső, amin lejöttünk, és ez a pince ugyanúgy két traktusos, tehát két helység sorból áll, mint a felső pince rész, csak ott sokkal magasabb a boltozat. Ez körülbelül olyan 3 méter magas, és itt látszanak azok az alsó szellőzők, amiről mondtam, hogy egy kürtő kéményszerűen felmennek a másik ablakok alatt. És hát itt vannak azok a benyílók, ami arra szolgált, hogy itten a családtagoknak a járandóságát el lehetett tárolni hordóba a bort, amíg érte nem jött. Erről van írás, hogy írta, hogy most nem tud érte jönni, majd csak ekkor, akkor, szóval biztos, hogy itt tárolták, mert hogy évente felosztották a vattai időkbe a domíniumnak a jövedelmét. Itt található szembe velünk az a kút, ami eredetileg is itt volt a pincében, és amivel a kastély hordóinak, tehát a borfeldolgozás hordóinak a tisztítását megoldották, sőt később egy szivattyú rendszerrel az egész kastélynak a vízellátását erről a kútról tudták mindaddig biztosítani, amíg a vezetékes víz ki nem épült. Fölötte is látszik egy nyílás, tehát a kút fölött, tehát a felső pincéről is tudták használni ezt a kutat. Az a régi, ez egy utólagos lefalazás, tehát itt látszik ezeken, hogy ez már egy újabb lefalazás volt, ugye visszabontották ott az eredeti kő boltozat. A kastély falazata helyenként 1,5 méter, meg még több is. Ilyen vastag a kastélyfal. Hát ide simán egy lovaskocsi bejött. Hát ide simán? Ezen... Hát ide biztos, simán. Hogy csak a körül voltak kétkedések, hogy az a bizonyos pincerész
járható volt. Igen, de ide ahogy simán, tehát ezen be tudott járni. Ezen simán. Igen. Úgy is van burkolva, tehát ez még eredeti téglaburkolat. Uh-huh. Igen. Téglapadló. Ki volt ez nagyon találva? Ez egy, hogyha végig gondoljuk, egy nagyon modern. Hogy ezek ilyen ülőfülkék voltak, hogy amíg vártak itt a szekérről, addig itt lehűtsenek. De azt tudod, hogy a pincelukat palackokat szoktak így. És lehet, mert gondolom, hogy bejárat mellé. De hát nem a bejárat mellé. Tehát idáig tartott. Van arra vonatkozóan adat, hogy a Vattai kastély kerítésének építésekor esetleg felhasználták a közeli Klissza dombi középkori templomnak az építőköveit, és erre feltételezhetjük, hogy például itt a hátunk mögött levő két kő az akár lehet egy gótikus boltozatnak a borda darabja, ami egy ilyen furcsa, a többitől eltűnő színű és egész más alakú kő. Volt itt a 70-es években egy lázas mozgalom, keresték, tudott dolog volt, hogy járt Petőfi Pomázon, de vajonhol szállhatott meg. A nemrégi adásában a Pomasz TV-nek Pákolicz Mihály szólalt meg, és mutatta be a saját szülői házát, hogy az volt az a ház az Iskola utca 2-ben, ahol Petőfi megszállt. Igazában a Petőfi Irodalmi Múzeum rejtette Bahut Sándornak a naplóját, amelyben le van írva ez a történet, hogy 1845. szeptember 23-án időt töltöttek itt Vahot Sándor, Vahot Imre és Petőfi Sándor, jó barátok voltak, méghozzá Ardai Károly volt akkor a gazdatisztje a teleki uradalomnak, és az ő házában, vagyis a gazdatiszti lakásban mulatták a komorarcú időt, kis borozgatással, beszélgetéssel, és másnap pedig elmentek, és megmászták az iszonyúan meredek kőhegyet, és hát Petőfinek egy verse született ebből az alkalomból, Hegyen ülök címmel, 1845-re van dátumozva, ebbe a régi patinás Petőfi kötetbe is látszik, és hát ugyan a helységnél nincs odaírva, de teljes bizonyossággal Ardai Károly Vahot Sándornak és Vahot Imrének volt a jó barátja, ők örökítették meg a naplójukba ezt az alkalmat. Úgyhogy ma már tudjuk biztosan, hogy hol volt a 1845-ben a szállás. Persze, aztán ennek az lett a folytatása, hogy a Hajnau korszak idején Vahot Imrének is menekülnie, rejtőzködnie kellett, és akkor több hónapon át itt élt a barátjának, jó barátjának a gazdatiszti házába, a családjával együtt. A felesége meg az anyósa is itt volt vele. Tehát ilyen irodalomtörténeti vonatkozásai vannak a gazdatiszti lakásnak. Hegyen ülök című verse így kezdődik. Hegyen ülök, búsan nézek le róla, mint a bogja tetejéről a gólya. Lenn a völgyben lassú patak, tévedez, az én fáradt életemnek képe ez. Ez az első verszaka, iszonyúan meredek lejtő nincsen benne említve, azonban Pest 1845 és őszi, mert holtam után vajon mi lesz belőlem, ugye eljut idáig Petőfi, vadfa lenni szeretnék az erdőben, ott lenne az én számomra jó tanya, egész világ engem ott nem bántana. Hát csak néhány idézet, ez egy 2-4-6 verszakos vers, és én úgy tudom, hogy énekelt változata is van, de ez egybevág ezzel a kőhegyi kirándulással. A magyarországi németek kitelepítése a II. Világháborút követően 1946 és 48 között zajlott le, a törvényesség látszatával, pontosabban a törvénytelenségek és embertelenségek jogi elleplezésére való törekvéssel. Pomázról 1032 sváb lakost érintett a kitelepítés.
Szerintem kezdjük az állomáson, amikor is kitelepítették, vagyis bevagonírozták az itteni svábokat. Arról kinek milyen emléke van? Margitka azt mondja, hogy magáról a bevagonírozásról nincs emléke. Nem, csak bent a vagonba, azt emlékszem, a szülők lent ültek. A vagonba volt fönt egy deszka, vagy több, és arra szalma volt. És ott a gyerekek, akik abban a vagonban voltak, azok oda föl kellett menni, hogy ott aludjanak. És onnan le nem jöttünk, mert lent tele voltak a szülőkkel. És akkor, amikor Ausztriába kerültünk, mindenki kiabált, hát vagy nem tudom, hogy mindenki abból, de azt kiabálták, hogy most jönnek az oroszok, közben az amerikaiak jöttek. Azok vittek, ugye, mert Oroszország, oroszok voltak ott Ausztriába még. De az amerikai katonák jöttek, értünk, hogy azok vitte, igen. Nem, hogy átmenne, hogy kísérjék a vagont, nehogy a oroszok megtámadják. Igen. És hát ennyit tudok. Minden családnak egy vagon volt? Nem. Hát azért volt tele az egész, mert valahol hát több vagon, persze. Én tudom, fönt voltunk, vagy három fiú volt, még egy, én meg én. Három fiú. Hogy hívják? Zita. Milyen Zita volt? Wagner Zitájék. Azoknak három fiú volt. És az itt a managylány volt. És az a három fiú fönt volt, és mink, hogy ott lent a szülők lehessenek. Tehát azért kellett nekünk oda fölmenni. És élelmet mit adtak? 30 kilót fejenként, nem élelmet. Tehát azt vihette a család. 30 kilót csomagot vihetett. Igen, egy főre. Tehát nekünk 90 kiló volt. Ugye, mert hárman voltunk, a szülők meg én. Tehát 90 kilóval mehettek ki. És amikor kint kikerültünk, ha ezt mondhatom, akkor ott, nem ahogy mondta, hogy a kastélyba, a tanácsháza előtt van egy nagy tér, tehát előbb Szincheimba, ott a vagon odaért, ugye? Ott akkor voltak, hát azelőtt ott is nagyon szegények voltak a háború után, akkor ilyen tehén kocsival jöttek, két tehén, meg egy kocsi, és akkor akik Eschbachba kerültek, azok föl kellett arra szállni. Tehát elő volt írva, hogy ki megy milyen faluba. És akkor úgy vitték az embereket tehén, hát kocsival. És amikor oda értünk abba a faluba, ott volt egy nagy tér a tanácsháza, és ott ült, ott oda minden család úgy egybe volt, és akkor jött a tanácselnök akkoriba, és az megmondta a mindegyik azoknak, akiket be kell fogadni, a magyarokat. Ahová mink kerülünk, ott csak egy asszony volt, két lányával. Az egyből kiabálta neki, nem kell magyar, cigány. Ezt kiabálta, de oda muszáj volt bevenni, mert olyan kis lukak voltak, hát fönt a emeleten, ott mindjárt ilyen srég, két ágy volt, de így egymás alatt, így, és oda kerültünk, de más nem volt, csak az a két ágy, meg egy csuplód. Akkor a konyha az volt, hogy egy rozoga asztal, meg egy vas, hogy mondjam, kája, amit így ki lehetett nyitni, és ott bent főzött az anyu. Ennyi volt. És utána, amikor már jó pénz jött, ugye, mert az milyen márka volt? Rossz márka, tehát azért nem lehetett semmit kapni. Azért kaptunk egy cédulát, illetve egy kis, valami kis, hogy mondják azt? Jegyet, ételjegyet. Nem jegyet, az egy ilyen kis lapos, mint a bankban van most ilyen. Igen, és akkor ott voltak benne, hogy liszt, cukor vagy ez, és csak azt lehetett levásárolni. Több nem volt. Amit ott kaptunk, egy héten egyszer mehetett az anyu, meg valaki, akik vannak, úgy, és oda került, és Eschbachba például 6 magyar babamázi család. És több nem volt. De mondom, ahová kerültünk, az mindig, ha fölmentem a lépcsőn, mindig azt mondta, úgy megyek föl, mint egy trampli, mint egy tehén. Gyerek voltam, hát szaladtam, hát mit csináljak. És akkor mindig az anyunak azt mondta, ja, és azt kellett csinálni,
hogy akik ahová kerültek, és azoknak volt földjük, hát de nem sok, egy kicsi. Ennek is volt egy kis tehene, és akkor addig ott kellett dolgozni azért, hogy ott lakhatunk. És mert az, ugye hát annak csak egy kis földje volt, hát ez gyorsan kész volt, hát minden. Akkor ment az anyu a másik szomszédba, az meg adott nekünk enni. Ő nem adott, mert azt mondta, a ház, hát ott lakunk. Igen, de kellett volna neki adni, de nem adott. De a szomszédba ott volt 5 gyerek, és azok adtak. Tehát azok, az anyu ment oda dolgozni, sőt, még én is, mikor már nagyobb voltam, mentem oda takarítani. Akkor jó ment nekünk. Tehát ugye az apu kőműves volt, az meg mindig ment dolgozni a teheneket, ott a stálót kitakarítani, így akkor nekünk tényleg jó volt. Tehát, de mondom, az mindig kiabált, cigányok, menjetek haza. Az volt a neki a legjobb. Mikorra elérkezett valamikorra az az idő, amikor úgy kezdték befogadni a betelepített magyarokat? Igen, mikor megtudták azt, hogy dolgoznak. Ugye? Az apu kőműves volt, az a másik faluba is elment dolgozni. Ugye? És az akkor látták, hogy a anyu is dolgozik, sőt én mikor ott most mondta, ennek a polgármesternek mondtam, hogy Eselbachba mindig mentünk precedni az ékhez, azt mondja, most már nincsen. Akkor a dohányt, hát az olyan rossz, jaj, ott olyan koszos lett az ember, ragacsos, is azt mondta. És ilyenkor akkor már jó ment, ugye, mikor már az ember, én is fölnőltem, 7.-8. osztályban mindig mentünk az anyuval dolgozni. És hát úgy, akkor már nem közösítették nem, ki. Nem, mikor látták, hogy ugye nem cigányok vagyunk, és onnan el is kerültünk attól az asszonytól, mert a polgármester, aki ott volt, az anyu ment hozzá, hogy mindig, hát, mindig szid bennünket, hogy... És azt mondta, jó van, akkor egy másik helyre kerültünk, ott pont egy évre mielőtt haza kerültünk, akkor az jó volt, odáig ott laktunk. Akkor meg ugye elkezdtek a németek építkezni, még a svábok is, nekünk is az apu, akunak somá volt jó pénze, hát ugye a kőművesektől keresett, és akkor ő már be akart fizetni, hogy lehessen új házunk. És amikor anyu megtudta, azt mondja, ő hazamegy, ő nem marad itt. Úgyhogy akkor azért jöttünk haza 59-ben, mert anyu nem maradt volna ott soha. Apu igen, még én is, hát ugye már én ott az iskolába jártam, ott barátok meg minden volt, de az anyu az csak haza, És a nagymama mindig küldött a levélbe kis kolbászt fölvágottat. És hazait. És az anyu persze, hogy az ugye meg volt bolondulva, hogy na hát most már megyünk haza, mert ott jó megy. Ott van kolbász. Ezt tudok, más nem tudok. És ti mire emlékeztek például? Tulajdonképpen én 6 éves voltam. Én olyan sokkal nem emlékszem. Az én apám még voltak 7 testvérek. 8-an, 1 meghalt itten. És abból 3-at, 2 bátyját és egy nővérét, aki pontosan ott lenne a mostani Schwabkereszni, ott laktak. Egymás után volt majdnem a 3 ház, 2 együtt, és azokat kitelepítették, mi meg itten megmaradtak. Itten 4 család megmaradt. A Fűjék, a Ressék, a Borszék, Belovicerék, úgy mondom Belovicer, mert magyarosították, és hát a Sziszlikarcsi, mert Sziszlik voltunk, mi nem. Hát én 6 éves voltam, sokat nem tudok, de én úgy valahogy ugye rémlik, hogy lementünk az állomásra ezeket elkísérni, és a Tölgyes is lent volt. Én nem emlékszem arra, hogy az misét mondott volna, de ott elbúcsúzott ezektől az emberektől, akik hát kimentek, és hát tényleg ilyen vagomba mentek, vagy rakták, és Szincheimbe, vagy Ulmba, volt olyan, aki Ulmba került, és volt, aki Szincheimbe került. Úgyhogy én olyan nagyon... Arra emlékeztek, hogy a faluba milyen hangulat volt ezzel kapcsolatban? Olyan volt, hogy ahogy nem vihettek sok mindent el, a szomszédokba vitték át a mindenfélét, amit, hogy nehogy valaki idegennek, hanem ha véletlenül visszajönnek, vagy visszajöhetnek, hogy akkor meglegyen nekik a bútor, meg mindenfélét hoztak át hozzánk is oda a mamámhoz. Mamám az egyedül 5 gyereket nevelt, mert az apám a háborúba halt meg, és
mink is úgy volt, hogy minket is kitelepítenek, mert a Luisa, az unokatestvérem, az ő anyját, azokat nem, de és a anyámnak hány gyereke volt, vagy nem a nagymamának. A nagymamának? Hát hat, de a és akkor, hatból meghalt azt hiszem kettő és négy maradt. Na és akkor azokat igen. Nem telepítették volna ki, csak az én anyámat, a öt gyerekkel. És akkor a Öbling Margitnak a nagypapája, az dolgozott ott a sorozáson. És akkor az intézte el, hogy ne vigyenek ki, mert mit fog a mama csinálni, ott kint öt gyerekkel egyedül. És így maradtunk mi itthon akkor. Én nem emlékszem, hogy mi hogy maradtunk itt, mert mondom, kicsi voltam, de aztán te anyádékat nem akarták. Azt nem is akarták, nem tudom, de én voltam 6 éves, a húgom volt 2 éves, az öcsém az meg nagyon pici, mert ő köztük majdnem nem is volt idő, vagy év. És hát a 3 kisgyerek szinte ott volt, és még a nagymama is, nem? Akkor az apám egyedül dolgozott, és mi ott laktunk fönt a Fő utcán, a Borsziki Belovice a Marci házában, ott abban a kanyarban. Én ott születtem, és abban a házban születtem, és hát valahogy itt maradt négy testvére maradt, és 3-at elvittek. De hát már azok mind kihaltak. Mindegyiknek egy lánya volt, de a lányok is már, mert hát már idősek volt. Margitka, valóban úgy volt, hogy arra számítottak, hogy ez csak egy ideig fog igen, tartani, és hazajönnek? Igen, ezt akartam még elmondani, hogy az volt a izé, hogy csak egy hétig mennek, ez egy kirándulás, hogy megismerjük, hogy honnan kerültünk ide. De ezt őnekik mondták, vagy ők gondolták? Azt nem tudom. Az igaz, hogy a Margit mesélte ezt, a Vöblin Margit, meg a Kati a testvére, igen. Hogy olyan rossz soruk volt, hogy koldulni jártam kint, és akkor egyik napról a másikra, még este még voltak koldulni, és reggelre föltöltötték a üzleteket, minden, és akkor ott jobb élet kezdődött ott kint. Igen. Úgy mondták legalábbis a Margit. Mink, amikor még hát rossz pénz volt, hát azért nem kaptunk sem. Akkor anyuval kimentünk, ugye jött a tavasz, és a erdőbe szedtük a gyöngyvirágot. És akkor elmentünk Heidelbergbe, és ott árultuk a gyöngyvirágot. És megvették, tehát a városiak megvették, ugye, kis pénzére is. Hát mindent csináltunk. Például Németországban nagyon sok az a fa, ahol ilyen kis gyümölcs van rajta, nem gyümölcs, hanem ilyen... Az a hecsetli fél? Nem, az a nagy fa, tudod, van a... Mak, nem a mak. A mak az ott van, a disznónak kell. Olyasféle, milyen... Olyan, nem. Szelíd gesztenye? Nem. Hogy? Jó. Nem. Mint a mag, csak más, kisebb. De nem mogyoró. Na mindegy. Azt szedtük az erdőbe, és azt visszük Zintheimbe. Ott volt egy malom, mert a németek is menték szedni, ugye nem volt zsír meg ide, és abból olajat préseltek. Tehát olaj jött abból ki. És egy zsákkal, amikor kimetszik, akkor kiskocsit csinált az apu, valahonnan hozott 2 kereket, és egy deszkát tett rá, és abból áthúztuk Zintheimbe, az a második falu. És ott préselték ki, és akkor kaptunk egy zsákét, kaptunk 2 liter olajat. És akkor ott tartottunk, hogy valóban tényleg azt hitték, hogy ez csak egy hétig tart igen. Egy kirándulás. Igen, de hogy ki mondta azt nekik, nem tudom. Csak mindenki ottan a izébe, nem kell sírni, ugye, mert mindenki sírt. Hát ott mondtad, hogy... És hát vagy lehet, hogy csak ők találták ki maguknak, hogy majd egy héten belül visszajövünk. De mondom, amikor odaértünk Ausztriába, akkor valaki kiabált végig a izén, hogy jönnek az oroszok. Közben az amerikaiak jöttek, hogy kikísérjenek, ugye, hogy ne bántsanak az oroszok. De az akkor, arra emlékszem, hogy olyan, abban nem nyitották ki, nem engedték kinyitni a izét. 2 ilyen kis ablak volt fönt, és ott jött be a levegő. Nem engedtek, hogy ki mentetek vécére, mondjuk.
Hát a szükségleteket, azt hogy tudták? Nem, hát sem, nem tudom. Lehet, hogy kannába, azt nem tudom. Lehet, hogy volt ott kannába. Igen, lehet, mert hát ez borzalom, nem ennyi ember össze volt. És milyen idő volt? Hideg volt akkor, vagy meleg volt? Hát nem, márciusban nem. Hát figyelj, hát voltak már itt március 15-én, mikor nagy hó volt, hát azért... Melegek voltak. Meleg, nem, nem volt hideg. Nem volt hideg. Nem, nem. Mondom, mink a szalmába feküdtünk, ott ültünk, és hát a gyerekek ugye, hát mit... És kire azt mondott, hogy mesélted, hogy áthorták a szomszédba, hogy vigyázzanak rá. Ha vissza tudnak jönni, akkor igen. Hát ki másra bízhatták? Hát szóval, ha valakinek nem volt egy jó szomszédja, akkor kire bízta a vagyonát, amit itt hagyott? A pincébe. Például ott fönt, ahol holnap fogják meg, holnap vizélik a Valdangalok téret. Holnap a Kisvác. Ma vatták. Na Kisvácon, ott az egyik sarok, hát ott a Domonkos lakott. Igen, ahol volt régen, bocsánat, az állatorvosi rendelő. Igen, Domonkos. Az, amikor oda azt megvette, vagy megkapta azt a házat, az akkor látta, hogy a pincébe valami friss kőműves munka van. Azt kivette, és ott az egész izé volt bent, az egész, hogy mondjam, élelmek. Nem csak nem élelmek, hanem a ruhák, amit nem tudtak elvinni, mind oda betették. Ugye a svágot? Talicskát, meg mindenfélét, létrát, meg mindenfélét hoztak át a szomszédba, ha visszajönnek, hogy hát ott vigyázzunk. Hányért telett el, hogy kapcsolatot tudjatok teremteni a kintiekkel? Hát én nem tudom, de azt tudom, mikor legelőször jöttek a Margiték haza. De hogy hányban volt az a nem tudom, az hányban volt, de akkor és még ilyen meghívó levél. Nem tudtatok róluk semmit, vagy? Meghívó levél kellett, tudod? Mert úgy nem mehettél, és egy családot nem engedtek ki, hanem csak vagy a férjet, vagy a feleséget, de már gyerekkel nem mehetett ki, egyik mehetett ki. Hát én nem is tudom már ott kintről. Azért hírt adtak magukról, vagy tudtatok, nem, hogy hová nem kerül? Nem, se telefon, se semmi. Hát mikor már ők mikor azért már néha jöttek. Én emlékszem. Ez 89-ben volt. Nem. Ez már elég sokára volt akkor. Hát nagyon sokára. Addig nem tudni semmit nem. Róla. De csak hogy a levélbe. Hát mondom, a nagymama is küldött vizét, akkor mink is. Hát nagyon akkor divatba jött a nejlon. És hogy a körismamának szép nejlon ruhája legyen. Mink mindig anyagot vettünk, mert volt egy barónőnk a cirkelben, az vart nekünk. És akkor vett az anyu 5 méter nejlont, de olyan gyönyörű volt, lila volt, és fehér kis rózsák voltak benne. És betettük egy mosóporba. Tehát úgy ragasztottuk össze, le, tehát úgy nyitottuk ki, hogy vissza lehet ragasztani, de nem lehetett látni. De itthon pedig átvilágosították. Ráírtuk a izére, hogy mosópor. De bent is hagytunk mosóport, hogy a nejlon az könnyű. Nagymama kiírt, még egyszer ne csináljátok, mert ki be kellett nekik menni Pestre a vámba. Nekem el is vették. Nejlonhalisnyát küldtek így levélbe, borítékba, nejlonhal, hát akkor divat volt, és már nagyobb bacska lány voltam, és hát azt kértünk, mondom, ilyenek. Hát mi 70-ben építettünk, már akkor nem is, hát már mikor én férhez mentem, az 59 évvel ezelőtt volt, akkor már az apám testvére, az egyik fiú, az már jött családostól hozzánk. Nem az esküvőre, de utána valahogy hát nem sokára. Hát én nem tudom, a Fülmarika, hogy az mikor ment férhez. Akkor jöttek a Margiték legelőször ide Magyarországra, a Kati is, meg egy... Én nem emlékszem, nálunk 13-an voltak akkor esküvő után, hozzánk jöttek és főztem neki. Igen. Úgyhogy azok akkor jöttek már hozzánk, és jól érezték itt magukat, és de hát mink nem, sőt, hát volt egy olyan, az öreg Visztéknek, tudod, igen, egy ismerősünk, igen. Mikor mi is hát építettünk, szegények voltunk, és hát föltettünk a konyhába egy ilyen mosdót,
ilyen fürdőszobai mosdót, és akkor azt mondja ez az ember, pedig ő aztán ott a cigánytelepen lakott annak idején, hogy ez Németországban nem divat. Hát itt se divat, de ez jutott, akkor már ők, tudod, éledeztek, meg már jobban voltak, mikor már kezdtek ide. Még a Margitkát megkérdezném, hogy ez a hazajövetel hogy sikerült? Ezt ott kérelmezni igen. kellett? Kérelmet kérett, és akkor volt a Kádár. És az először, az nem, amikor beadta az anyu először, akkor nem jöhetett, mint kaptunk egy vissza, hogy nem lehet hazajönni, mert én nem voltam 21 éves. Tehát 21 éves, akkor nagykorú, akkor jöhetett csak haza, ha én akarok. Tehát gyerek, de azt nem mehetett volna haza. A szülők hazajöhettek volna, de én nem. Mert én nem, hát én nem tudom elpúzni. Na, aztán beadtuk a másodszor, aki, akkor az jött innen, hogy úgy kell hazajönni, mert beadtuk, hogy ebben be kellett, ugye először vagon küldtünk a mindenféle, hát a ruhával, a bútorral, minden úgy jött vissza. És akkor azt kellett beírni, hogy jön, hát anyu elment a vonat, hát megkérdezni, hogy jön haza a vagon, milyen irány, hát hogy jön. És akkor úgy volt írva Ulm, München és Bécs. És akkor Budapest. És azt nem fogadták el itt, hanem úgy kell jönnünk, hogy föl kell menni Berlinig, és úgy haza. Akkor az anyu elment a paphoz, a kinti paphoz, kérdezte, hogy az miért van úgy, hogy nekünk oda föl kell menni, amíg oda fölérünk Berlinbe, mert itt Bajorországban vagyunk, oda érünk, addig már otthon vagyunk. Azt mondja, ne menjünk addig haza. Azt engedjék meg, még egy kérelmet kell beadni, hogy engedjék meg, hogy Ulm, München, és úgy jöjjünk haza. És azt utána megengedték, és úgy. E különben föl kellett volna menni, akkor a papa azt mondta, lehet, hogy a DDR-be megyünk, tehát a NDK-ba. Ugye, azt, hogy oda kerülünk, akkor onnan már előbb nem jövünk haza. És így akkor, így kerültünk. Vissza. És lehetett hivatkozni arra, hogy az ő szülei, mert a nagyapádék itt voltak, igen. hogy azért akartok persze. jönni, hogy az idős szülők vannak. Igen, én arra emlékszem. Amit a anyujéknak volt házuk, nem? Meg földjük, hogy azt le kell mondani, abból vissza nem kapunk. És így jöhettünk haza, hogy a nagymamánál hozzá lehetett építeni, ugye? Igen. Igen. És azt a pénzt, ami kint volt nekünk, azt itt vettünk a metzger, az volt akkor a téglát, meg minden. Hát abban építkeztünk a nagymamánál. Ott a Horváth utcában a nagymamáiknál. Mert Horváth utcában laktak az ő nagymamájára, tudom, meg ők is akkor, mert hozzáépítettek házat. Igen, arra emlékszem. Hát köszönöm szépen nektek, hogy így visszaemlékeztünk erre 72 évvel ezelőttire. Sok mindent nem tudtuk, a Margit, hát ő élte át, ez sajnos. De hát mondom, kicsik én azt voltunk. Nem tudom, hogy kerültem be abba a vagonba, azt se tudom. Csak azt tudom, hogy ott fönt voltam. Én abban. Emlékszem, hogy ilyen lovaskocsival levitték a cuccokat, és ezek a nagy lányok még veszi a tévét. Nem tudom mennyi, itt kilót lehetett, csak 30 kiló fején. 30 kiló, és ezek a nagy lányok. Azért hozták át a szomszédokba, hogyha visszatudnak jönni, megint, hogy akkor... És ezek a unokatestvérei már mind nagy lányok voltak, mert az én apám volt a legfiatalabb gyerek a nyolcból. Úgyhogy mi még ilyen kis csik voltunk, ők meg már nagyocskák, mert mikor az oroszok is bejöttek, arra is emlékszem, ilyen kislány voltam, mindig hozzánk jöttek ezek a nagy lányok, tudod? És felemeltük a heverőt, a sezlont, tudod? És a lányokat oda bedugtuk, a nagy lányokat, tudod? Meg azt, hogy fekete kendőt kötöttek rám, hogy csúnyák legyenek. És ezeket a nagy lány, három nagy lány unoka testvérem volt, és ezek nagy lányok voltak, ezeket bedugtuk oda az ágy alá. Március 11. Kedves nézőink, Önök heti krónika című közéleti magazin műsorunkat látták. Nézzenek bennünket az ismétlések alkalmával is, ne feledjék, minden pénteken 18:07 heti krónika. Viszontlátásra!